Köszöntöm nézőinket, és köszöntöm stúdiónkban Horváth Zoltánt, Baranya megyei kormány megbízottat. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Újabb 4 évre önt nevezték ki erre a posztra, ehhez először is gratulálunk. Köszönöm szépen! Először egy picit értékeljünk a mai beszélgetésünk alkalmával, aztán egy picit jövőbe tekintünk, amennyire lehet. De hát kezdjük az elmúlt 4 évvel, hogy értékel ezt a munkát, mik azok a területek, ahol úgy érzi, hogy sok dolguk volt, sok tennivalójuk volt, és hát eredmények is jöttek szép számmal. Igen, hát még egyszer köszönöm a gratulációt, üdvözlöm a nézőket, örülök, hogy itt lehetek újból ebben a stúdióban, mert ugye a Pannon TV mindig nyomon követte a kormányhivatal ezen keresztül az én munkámat is, úgyhogy a kinevezés utáni első interjút is itt adhatom, úgyhogy köszönöm még egyszer a lehetőséget. Valóban, tehát július 1-ével nevezte ki Orbán Viktor miniszterelnök a kormány megbízottakat. A 19 megyei és az egy fővárosi kormányhivatalban végül is a kollégák szinte egy kivételével folytatni tudják a munkáját, és ez számunkra is nagy megtiszteltetés, és egy komoly lehetőség is egyben. Azon az egy helyen, ahol változás volt, ott annyi történt, hogy az eddigi kormány megbízott parlamenti képviselő lett, így a mandátuma az összeférhetetlenség miatt parlamenti képviselőként maradt meg, és így nem lehetett már kormány megbízott. Még június végén ünnepélyes keretek között a parlamentben vehettük át a felkérő dokumentumokat, akkor iktatott be bennünket a miniszterelnök, ez 4 éve is így volt. Ez egy nagyon emelkedett hangulatú rendezvény, én mindig nagy örömmel és egy pici büszkeséggel is tölt el, hogy állami vezetőként most már második időszakban vezethetem a baranyai kormányhivatalt. Ahogy szerkesztő úr is kérdezte, az elmúlt időszakban nagyon sok munkát végeztünk, és komoly eredmények is maradtak e munka a következtében. Gyorsan végig kéne vennem azokat a területeket is, nehéz lenne. Valószínű mindent nem is tudnék felsorolni, de néhány olyan fontosabb ügyet, amelyben kormányhivatalunk dolgozott, vagy én kormány megbízottként részt vehettem a 4 évben, azért azokról mégis így röviden, dióhéjban. Ami legfontosabb volt, és az állampolgárok talán ezt a mindennapokban is érzékelik, hogy komoly szolgáltatási színvonal emelkedés volt. Elsősorban a kormány ablakainkban, Baranyában 13 kormányablakunk van, Pécsen 4, és valamennyi járási székhelyen van 1. Ezek az infrastruktúrák, ezek azt gondolom, hogy európai színvonalon néznek ki, és a benne lévő szolgáltatások és a benne lévő kollégák is ezen a színvonalon teljesítenek minden nap. Azon kívül, hogy mi létrehoztuk ezeket a kormányablakokat, Baranya az egyedüli megye, ahol most már a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak is van kirendeltsége. Ugye ez az a koncepciót jelenti, hogy amennyire lehet az ügyfeleink, vagy egyéb állami szervezetek ügyfelei egy helyen tudják elintézni ügyes-bajos ügyeiket a hatósággal, és ne bolyongjanak városba, egyik utcából, egyik épületből a másikba, és nem találják, hogy igazából mit és hol is lehet elintézni. Ebből a szempontból mi kifejezetten jó helyzetben vagyunk, mert még egyszer minden egyes kormányablakunkban működik a NAV-nak a kirendeltsége. Személy szerint melyik volt ez a feladat, vagy az a kihívás, ami így emlékezetes maradt az elmúlt 4 évből? Hát biztos sok mindent fel tudnék sorolni, de ebből mégiscsak egy kimagaslik a többi közül. Mind munka, mind az egyedisége miatt. Nem tudom, hogy tudják-e a nézők, de a paksi atomerőmű bővítésének az új 2 blokkját, aminek az előkészítése még zajlik, és talán az országban a legnagyobb beruházásként fog a történelem könyvekbe is beíródni, abban a Baranya megyei kormányhivatal a környezeti hatásvizsgálati eljárást engedélyezte. Ez talán nem is tűnik annyira izgalmasnak, de a kormányhivatalunk ennek az eljárásnak a keretében hazai és nemzetközi közmeghallgatásokat is tartott. A hazai az egy nagyon izgalmas dolog volt, Pakson tartottuk közel 700 ember jelenlétével, ahol felsorakozott a Magyarországon élő és bejegyzett összes zöld civil szervezet.
Azt gondolom, hogy komoly munkát végeztünk velük együtt, mert délután 4-kor kezdtük, és másnap hajnalig tartott a munka. Talán 2 órakor tudtuk befejezni ezt a közmeghallgatást. Aszódi professzor úrral, aki akkor még kormánybiztosként vitte ezt a projektet, azóta már ugye egy tárca nélküli minisztériumban államtitkár, mert Süli miniszter úr, akkor még paksi polgármester úr még a nézők között ült akkor ezen a rendezvényen, de hát ahogy a Dunán is sok víz lefolyik, a mi életünkben is sok változás van. És ennek volt egy 13 állomásból tartó nemzetközi közmeghallgatása, Bécsben, Münchenben, Bukarestben, Nagyváradon, Kijevben, Ljubljanában, Eszéken, és még jó néhány helyen megfordultunk, ahol nemzetközi közmeghallgatásokat tartottunk, mert ezt írja elő a jogszabály. Hát azt kell mondanom, hogy ilyenben soha nem volt részem, és azt gondolom, hogy ebben az igazgatási műfajban, amit államigazgatásnak hívnak, nagyon keveseknek adódik meg, úgyhogy ez egy örök élmény lesz mindenképp. Hát igen, ez egy tényleg egy nagyon egyedi és hát tényleg megismételhetetlen időszak volt ilyen szempontból. Viszont visszatérve a kormányablakokra, azért ott nagyon messziről indultunk, ha visszanézhetünk a ciklus elejére, hiszen egyrészt ott először is a járási rendszer kialakítása, aztán a kormányablakok felállítása, az a szemléletváltás, az az egyablakos ügyintézés, akkor a szolgáltatások minél közelebb vitele az állampolgárokhoz, és akkor lásd itt például az állomáson, a vasútállomáson van kormányablak, hogy az utazók is tudjanak ügyeket intézni, tehát egyfajta megújulás, átalakulás, egyfajta szemléletbeli változást is le kellett vezényelni, úgymond ebben az időszakban. Abszolút, hát ha onnan indulunk ebben a gondolkodásban, hogy 2011 előtt nem létezett sem a járási rendszer, sem a kormányhivatal, egy széttagolt, párhuzamosan egymás mellett működő államigazgatás volt, területi koordináció hiányában. Ez 2011-ben megváltozott azáltal, hogy létrejöttek a megyei kormányhivatalok, majd ez a folyamat bővült azzal, hogy 2013-ban létrejöttek maga a járások, mint egy közigazgatási egység, és 2013-tól folyamatosan a járási hivatalok bővítésével, feladat és hatáskör változásokkal ez csak erősödött. Akkor 2014-ben én először megkaptam Orbán Viktor miniszterelnök úrtól a kinevezésemet, akkor már át volt adva, mert működött 3 kormányablak, 3 járási székhelyem. Ezt a feladatot, vagy ezt a folyamatot erősítettük, és eljutottunk oda, hogy az én időszakom végére már 14 helyen fogadjuk az állampolgárokat, tényleg európai színvonalú környezetben, egyre rövidebb ügyintézési határidővel, egyre több feladattal. Ma, ha valaki az állammal kapcsolatot akar létesíteni, a legegyszerűbb formája ennek bármilyen ügye is van, hogy felkeresi a járásszékhelyen működő kormányablakot, és ott a felkészült ügyintézők abszolút tudnak nekik segíteni. Azt kell mondanunk, hogy ez európai összehasonlításban is az elején van, vagy az első fertájába helyezkedik el az országoknak, ahol az állam ilyen hatékonyan, ilyen gyorsan intézi az ügyeit. Biztos vannak külföldi munkavállalók, akik megélték már, hogy egy adott országban, ha közigazgatással kell kapcsolatba kerülniük, akkor ez egy végképp nem egyszerű folyamat, bármilyen ügyet is szeretnének intézni. Ma Magyarország azt gondolom, hogy ez ügyben előre jár, gyorsan, hatékonyan tudunk ügyet intézni, de nem dőlhetünk hátra. Amiben viszont sokkal erőteljesebben lépnünk kell, az pedig az elektronikus ügyintézés. Itt nem mondhatjuk el, hogy annyira elől vagyunk. Az elkövetkező időszaknak az elektronikus ügyintézés fejlesztése, az ügyfelek erre való felkészítése és a hivatalok felkészítéséről is kell szólnia. Hányféle ügyet intéznek? Mert hát itt ilyen ezres nagyságrendű számokról hallottam. 3000-nél is több feladat és hatáskör tehát intézhető a kormányhivatalban. Ebből is látszik, hogy azért ez egy nagyon komoly munka, hiszen a különböző eljárásmódok, a különböző nyomtatványok, ahhoz kapcsolódó igazoló dokumentumok beszerzése, átnézése, tehát azért egy komoly munka ez. Abszolút, hát
a nézők feltetik a kérdést, és amiben megyünk egy kormányablakba, hogy lehet az ügyintéző képbe 3000 ügyben. Hát annyi titkot elárulhatunk, hogy a munkatársakat egy naponta frissülő tudástár adatbázis segíti az információk átadásában. Nem minden ügyet tudunk helyben kiadmányozni és ott döntést hozni, de minden ügyet a kormányablakokba be tudunk fogadni, és onnantól kezdve már nem az ügyfél bolyong az magában a közigazgatás rendszerében, ő egy kapuban elindította az ügyét, és onnantól kezdve a hivatal házon belül ezeket a dolgokat megoldja. Tehát ebben volt egy komoly, valóban korszakalkotó változás, és ezt az ügyet, ahogy mondtam, tovább kell erősíteni az elektronikus ügyintézés fejlesztésével. Így van, a digitalizáció az egy fontos kihívás manapság, és hát ennek meg kell felelni. Viszont egy csomó mindennek megfelelt ezen túl a kormányhivatal, és itt különböző pályázatokra gondolok, különböző kezdeményezésekre, akár a képzésekben, munkahelyteremtésben, mindenhol a megyén belül, a helyi közösségek megerősítésében azért jelentős szerepet játszottak. Erről beszélhetünk egy picit? Mindenképp, ugye itt a pályázatok világában mindig kettő dolgot kell elkülöníteni. Az egyik, ahol mi is pályázunk, és hála Istennek ebben is volt sok sikerünk és komoly eredményeink. A másik, ahol pedig forráskihelyezők vagyunk, és működtetünk különböző állami támogatásokat vagy uniós programokat. Ha az első részre gondolok, akkor az elmúlt időszakban, legalábbis az én elmúlt 4 évem tekintetében közel 3,5 milliárd forint értékben nyertünk el olyan pályázatokat, amelyeknek a következtében a saját infrastruktúránkat tudtuk fejleszteni. Energetikai megújulás keretében több mint 35 épületünk újult meg. Ennek az eredményeképpen havonta több millió forintot spórolunk meg a saját rezsiköltségünkön. Mivel mi egy költségvetési szerv vagyunk, a költségvetésünk mérleg főszege körülbelül 10 milliárd forint, nem elhanyagolható, hogy éves szinten sok 10 millió forintot tudunk megtakarítani ezeknek a beruházásoknak az eredményeképpen. Több olyan innovatív program is elindult a kormányhivatalba, amit elindítottunk, elültettük a gondolatot, elindítottuk a programot, a gyümölcsét pedig nem sokára fogjuk majd learatni. Többek között egy nagyon nagy változás lesz, hogy a kis településekben, és Baranya egy apró falvas térszerkezetben élő megye, 301 településünk van, a több mint 200 településünk 500 lelket sem számlál ma, ezért ahhoz, hogy a ügyfeleink még jobban elérhetővé nek érezzék az államot, ezért egy úgynevezett kormánybusz projektet fogunk megvalósítani, a közbeszerzési eljárásunk vége felé tartunk, úgyhogy lesz egy, hát azt nem mondom, hogy kamionunk, de mindenképp lesz egy buszunk, amelyben a megye útjait róva legkisebb településre is el fogunk kérni, és műholdon keresztül fogjuk intézni az ügyeket. Ez egy nagyon nagy változás lesz, és számunkra is egy komoly kihívás, mert szeretnénk ezt nagyon jól megcsinálni az országban, mert két helyen működik ez a kormánybusz program, szeretnénk ebben mi is sikeresek lenni. Úgyhogy ezt a programot is akkor indítottuk el. Nagyon sok dolog vár még ránk, ami a saját fejlesztéseinket illeti, mert hát több mint 110 házban lakunk, körülbelül 130 gépkocsival, több mint 2 millió kilométert rónak le a megye útjain a kollégáink nap mint nap, amikor az igazgatás égisze alatt látják el a feladataikat. Tehát ez az első blokk, ami a saját projektjeinket illeti. A másik, amikor mi vagyunk forrásátadók, vagy ellenőrzők ebben a történetben. Itt két nagy területet emelnék ki. Az egyik, amiről már ebben a stúdióban is, vagy különböző rendezvényeken sokat beszéltünk, ezek az agrártámogatások. 2017-től működik az Agrár és Vidékfejlesztés Támogató Főosztály a kormányhivatali rendszerben, a régi MVH átalakulásával. Már mi ellenőrizzük a területalapú támogatásokat, ennek mindenféle ágát, bogát, és az idei évtől már a vidékfejlesztési pályázatokat is. A megyében nagyon sok projekt van, ahol a mi kollégáink fogadják be a pályázatokat, adminisztrációs oldalon ellenőrzik, hiánypótolnak. A támogatói okirat
közvetítik, és a projektek megvalósulását is nyomon kísérjük, ellenőrizzük őket. Mivel Baranya egy agrárportfólió, számunkra nagyon fontos, hogy ezeket a fejlesztéseket mi itt helyi szinten tudjuk segíteni, és én egy olyan típusú hatósági feladatot szeretnék megjeleníteni a mindennapokban, ahol nem a gáncsolás, a keresztbetevés, a lassítás jellemzi a munkánkat, meg kell mondanom, hogy ezt eddig sem tapasztaltam, hanem az ügyfélbarát, a támogató, a konzultációs, akár egyedi ügyeket is jól menedzselő szervezeti egységet szeretnék látni. Én nagyon sokat dolgozom az agrárterülettel, és úgy látom, hogy az alapjai eddig is megvoltak ennek a dolognak, de egy nagy rendszer részeiben erősíteni tudtuk őket, akár infrastruktúrákban, gépjárművekben, ha kampányellenőrzéseik vannak. Tehát nem kevesebbek lettek ők a bennünk lévő integrációban, hanem több, és ezt nem csak én mondom, hanem ők is. Ők nagyon-nagyon nagy örömmel fogadták, hogy újból én vagyok a kormány megbízott, úgyhogy rám számíthatnak az elkövetkező időszakban, és nem csak ők, hanem a helyi gazdák is. Múlt héten például egy dinnye promóciós rendezvényen jártunk, ez számomra azért fontos, hogy ott is beszélgetni tudjak a termelőkkel. A hétvégén fel fogok keresni egy nyílt gazdaság bemutató program keretében dinnyetermesztők közösségét az Ormánságban, ezzel is demonstrálva, hogy nekem, ezen keresztül pedig a kormánynak nagyon fontos a vidék, nagyon fontos az agrárium. Ha pedig ott egyedi ügyek, nehézségek jönnek, akkor azokat számba vesszük. És ugye a másik nagy pályázati, az átadott források tekintetében egy másik nagy pályázati világ, azok a munkahelyteremtéssel kapcsolatos programjaink. Ugye itt van a megyei önkormányzattal egy paktum programunk, a Nemzetgazdasági Minisztériumnak pedig a GINOP munkahelyteremtő programjaiba vagyunk forráskihelyezők. A tavalyi évet nagyon-nagyon megnyomtuk, ha szabad ezt a rossz szót mondanom. A kollégák nagyon sok forrást helyeztek ki, több mint 2000 embernek tudtunk így az elsődleges munkaerőpiacon egy bértámogatással lehetőséget teremteni. Tenni. Abban bízunk, hogy a támogatás után ezek a munkahelyek hosszú távon is fenn fognak maradni. Ezzel is erősítjük Baranyában a foglalkoztatást. A Nemzetgazdasági Minisztériumnak volt egy kombinált beruházással kombinált munkahelyteremtő támogatása. Ott az elejétől a végéig a mi foglalkoztatási főosztályunk patronálta, menedzselte ezt a pályázati rendszert. Itt közel 30-40 helyi kis- és középvállalkozó kapott egyszeri beruházásra a forrást, elsősorban munkahelyteremtésre. Itt a 10 és 70 millió forint között szóródnak ezek a támogatások. Úgyhogy ha ezeket a programokat ezzel az intenzitással fogjuk tudni csinálni, akkor nem leszek elégedetlen az elkövetkező 4 évben se. És hát ne felejtsük el, képzéseket is szerveztek azoknak a fiataloknak, vagy már idősebbeknek, és akiknek átképzésre volt szükség, vagy nem volt szakmájuk, tehát mindenképpen erősítették a munkavállalói oldalt is. Abszolút, ezt is szeretnénk tovább csinálni. Ezt részben Európai Uniós forrásból, részben a saját megyei foglalkoztatási forrásunkból tudtuk megtenni. Alapban a bértámogatások mellé alapba szeretünk adni egy ilyen típusú képzési támogatást. Vannak saját meghirdetett képzéseink, amit én mindig jó örömmel láttam, ha az Állami Szakképző Intézmény nyerte meg ezeket a közbeszerzéseinket, mert ott tudtuk mindig, hogy minőségi szolgáltatást kapunk, rugalmasan álltak a munkaerőpiac igényekhez, ha kellett, akkor a mi visszajelzésünk alapján mindig módosították a képzési programot. Remélem, hogy ez az elkövetkező időszakban is itt meg fog valósulni. Azok a célcsoportok, amelyek ezekben a projektekben megjelennek, mint elsődlegesen támogatottak, azok továbbra is ugyanígy vannak. Tehát elsősorban a 25 év alatti szakmával, vagy nem jó, tehát nem piacképes szakmával rendelkező emberek átképzését továbbra is a preferenciáink elején szeretnénk tartani, vagy az 55 éves kornál idősebbek tekintetében is ugyanez igaz. Próbálunk már a középiskolásokkal kapcsolatban kerülni a pályaválasztás idején, vagy akár a nyolcadikosokkal pályaválasztási kijelentésével,
kiállításokat szervezünk, pályaválasztási rendezvényeket bonyolítunk, és a szakképzést szeretnénk erősíteni. Egy nagyon érdekes időszak az elkövetkező években a nyugdíjasok foglalkoztatása. Itt amennyiben lesznek kormányzati programok, azoknak a végrehajtását valószínű mi fogjuk megcsinálni. Ugye az elmúlt időszakban több ilyen nyugdíjas szövetkezet alakult. Remélem, hogy ezek jól fognak működni, mert az a helyzet, hogy ma akkora dinamika van a gazdaságban, hogy a foglalkoztatásnak nagyon nagy léptékben követni kell, hogy ez a fajta gazdasági növekedés, ez a 4-5% meg tudjon maradni. Itt folyamatos munkaerőt kell biztosítani ezeknek a beruházásoknak, ezeknek a programoknak az igényére. Ebben a Baranya megyei kormányhivatal mindig élen fog járni. Így van, és hogyha már nyugdíjas szervezetek szóba kerültek, itt például egy év tapasztalata után már azért nem tudom mennyire jönnek vissza azok a észrevételek, hogy például ott törvénymódosításra lenne szükség, egyesek szerint ott a köztisztviselők, illetve a pedagógusok, akik nyugdíjba mentek, azokat őket nehezebb visszafoglalkoztat, mert elvesztik a nyugdíjukat, tehát itt valamit kell, ebben is tud segíteni a kormányhivatal, tehát a visszacsatolásban is? Ugye hát a kormányhivatalnak mindig alapba feladata, bár mi a végrehajtó szerepben vagyunk, úgy hívják a jogvégzett kollégák, hogy ez a végrehajtó hatalomnak, hogy a közigazgatás, mi alkalmazzuk a mindennapi gyakorlatban azt, amit a jogalkotói szándék megjelenít jogszabályokon keresztül, de az is elvárás volt eddig a munkánkkal kapcsolatban, hogy jelezzük azokat a változtatásokat, amelyeket az adott szakterületen úgy ítélnek meg a kollégák, hogy változtatásra szorulnak. Ennek volt egy rendszeres formája, ez továbbra is meg fog maradni az új időszakban. Tehát amennyiben mi vagy a kollégáink ebben a sok feladat és hatáskörben változást javasolnak, azokat eddig mindig az adott szakmai tárca mindig nyitottsággal fogadta, és a végén jogszabály lett. Tehát ugye itt ezek a dolgok nyílt kapuk, mind az ágazatok, a kamarák, érdekképviseletek, mind maga a kormányzat is tudja. Mint minden új időszakban szerintem ezek a kérdéskörök nagyon rövid időn belül napirendre kerülnek, és amennyiben jogszabályok fognak megjelenni mondjuk ősszel e témakörben, akkor természetesen mi ebben feladatot is fogunk kapni, és ahogy eddig az információt, azt pedig át fogjuk adni az érintett szereplőknek, érintett szervezeteknek. Hogy a pedagógusokról beszél, van egy érdekes programunk, ennek van is aktualitása, ezt mi új patronus programnak hívjuk, mert negyedik etapját éli ez a program. Ez ugye arról szól, hogy azokban az iskolákban, ahol azt szeretnénk elérni, hogy a pályaorientáció erősödjön, hogy a hátrányban lévő gyerekekkel, akár tanórákon kívül is pedagógusok picit másképp is tudjanak foglalkoztatni. Baranya megyében több mint 30 pedagógusnak tudunk lehetőséget adni, és ezt a programot most már visszük, úgyhogy ez a program is megmaradt, ez is örömteli. Itt a tankerületekkel együtt dolgozunk ebbe a programban, és hát amire büszkék vagyunk, ez az önindító programunk, ez is marad változatlan formájában. Éppen most 8 kezdő vállalkozó kért egyszeri támogatást, egyszeri tőkejuttatást a saját kis programjának a támogatására. Itt ami új jelen volt az elmúlt időszakban, hogy a Pécsi Tudományi Egyetem közgazdaságtudományi karával kötöttünk egy megállapodást, mert hogy ezeknek a programoknak a kidolgozásában minden, és a hozzá kapcsolódó képzésben az egyetemen lévő tudást szerettük volna becsatornázni, úgyhogy ők most ebben fontos partnerünk voltak már az elmúlt évben, és remélem, hogy az elkövetkező időszakban is így marad. Ha már elkövetkező időszak, kevés időnk van már ugyan, de azért mindenképpen kíváncsi vagyok arra, hogy milyen kihívásokra számít kormány megbízottként ebben az új ciklusban, és hát az embernek eszébe jut persze egyből, hogy most az Európai Uniós pénzügyi ciklus pontban zárul majd 20-ban, és kezdődik egy újabb, és hát itt már hallottunk az agrártámogatások körüli harcokról, különböző olyan változtatni szándékozó politikai hangokról, amik nem biztos, hogy jók Magyarországnak.
Igen, ugye részben a kérdést így ketté is venném, ugye, hogy mit látok én a saját szűkebben vett házunk táján, és egy másik felét a kérdésnek pedig egy picit mondjuk országos szinten vagy európai dimenzióba. Ha a saját házunk táját nézem, akkor nagyon jó állapotban lévő szervezeti egységet tudok tovább vezetni. Ez számomra nagy öröm. Azokon az alapokon, amelyeket lefektettünk az elmúlt időszakban, azokat tovább kell erősíteni. Gondolok itt arra, hogy egyfajta telephely racionalizálási folyamatban vagyunk benne. Nagyon elaprózódott, talán a legelaprózódottabb ingatlan struktúrával éljük a mindennapjánkat, több mint 110 házban vagyunk. Tehát már az elmúlt időszakban több mindent tudtunk átalakítani, de itt még vannak elvaratlan szálak. Egy központi irattraktárat építünk, reményeim szerint az ősszel ez átadásra fog kerülni. Ezzel az irattározási problémáinkat tudjuk majd részben orvosolni, teljesen megoldani nem. Itt is nagyon fontos, hogy az elektronikus ügyintézés egyre nagyobb teret nyerjen, és a elektronikus dokumentumkezelés is minél hamarabb segítségünkre jöjjön, mert hát több ezer folyóméter irat áll rendelkezésre különböző nagyon rossz állapotú irattárainkban, úgyhogy ez számunkra is egy komoly kihívás, ezt próbáljuk majd megoldani. A létszám tekintetében én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban sok minden alakult. Természetesen, mint minden új időszakban az aktuális vezetés, államtitkárság és minisztériumi szinten majd átgondolja a feladat és hatásköröket, hogy jó ez így, ahova eljutott a kormányhivatali struktúra, kell-e egyáltalán 3000 ügy, amit a mindennapokban élünk, hogy lehet ezt egyszerűsíteni, hogy lehet ügyekben olyan típusú eljárási módosítást csinálni, hogy ahol eddig eljárás volt, ott esetleg bejelentéssé alakuljon át. Tehát ezek a dolgok, mint minden időszakban most is napirenden vannak, ezek hozhatnak egyszerűsítést a számunkra, így a mi mindennapi életünk is könnyebbé vált. Ezek remények, amiket itt megfogalmaztam. A másik, hogy látom picit a saját házunkon kívüli világot, akár országos szinten, akár az Európai Unióban. Nagyon nagy megerősítést kapott az a politikai család, aminek én is most már lassan már 20 éve vagyok aktív tagja. Ez az újabb kétharmad, ez egy nagyon nagy bizalom. És egy komoly lehetőség is arra, hogy azokat a dolgokat, amelyeket mondjuk a hiányzó kétharmad miatt még egy picit alakítani kell, gondolok itt mondjuk a föld világával kapcsolatos jogszabályokban, ahol rájöttünk, hogy néhány dolgot érdemes finomítani. Ez a kétharmad lehetősége megteremti azt, hogy ezek a finomítások megjelenjenek. A mostani kormányzatnak kettő nagy szakmapolitikai iránya van, amiben mi is aktívan a végrehajtás szinten részt veszünk. Ez egyik a család támogatások rendszere. Ugye a végrehajtó intézményrendszert, a családtámogatások intézményrendszerét mi működtetjük, a lakhatási támogatásokkal kapcsolatos programokat mi működtetjük. Úgyhogy ez egy nagyon fontos, és a további időszakban is egy meghatározó rendszer lesz. 2018-at a családok évének minősítette a kormány. Mi is próbálunk ennek megfelelően eljárni. A másik világ az pedig a egészségügyi és az oktatási fejlesztések, annak a dinamikája. Ebben is a végrehajtó szinten a népegészségügyi főosztályunkkal, az oktatási intézményrendszerrel részt veszünk. Itt is tettünk mindig javaslatokat az elmúlt időszakban, ha már erről beszéltünk. Számunkra örömteli, hogy az oktatási államtitkár Baranyából kerül ki. A volt rektor, Bódis rektor úr szerintem egy nagyon jó választása volt az oktatási államtitkárság tekintetében a miniszterelnöknek. Reméljük, hogy ez Baranyából nézve ez tovább erősíti majd a mi oktatási rendszerünket, nem csak felsőoktatás, hanem közoktatás szintjén is. Hát, hogy az Európai Unióban mi van, az egy érdekes kérdés. Ugye a migráció olyan típusú hulláma van,
ami talán már jó néhány országban az elmúlt időszakban talán egy, mintha egy koncepcióváltást kezdenénk érezni. Nem csak az olaszországi választások után kialakult új kormányzatra, és az ottani, a mi magyar politikánkhoz, amely teszem hozzá több mint 5 éve ugyanazt mondja, amit talán most már az Európai Unió többségében is mondanak, hogy nem szabad így kezelni ezt a helyzetet. Tehát az olaszországi választások után és az osztrák választások után partnerei lettek a V4-eknek ebben az ügyben, és amennyire én itt a nemzeti vagy nemzetközi politikát figyelem, úgy látom, hogy Németországban is a CSU egyre erőteljesebben mondja azt, hogy itt a magyar hangokat el kell mondani, és talán nem kritikát, hanem köszönetet kéne mondani. Én egy ilyen mondatot hallottam múltkor a német kancellárasszonytól, hogy Magyarország, amit tett, azt az európaiakért tette, és nem azokért, nem ellene. Úgyhogy itt talán egy koncepcióváltás folyamatában vagyunk. A költségvetés az egy izgalmas kérdés, ahogy szerkesztő is mondta, 2020-ban lejár a mostani költségvetés, és nem állunk jól, nem csak mi, hanem a brüsszeli bizottság beterjesztése után a közösség valamennyi tagállama, hát úgy néz ki, hogy elég rosszul jár. Ezt szerintem nem fogadhatja el senki, Magyarország biztos nem fogja elfogadni. Ugye nem csak az agrártárca büdzséje redukálódna meg, ami a támogatások csökkentését hozhatja, hanem egyéb programok, amelyekben mi is aktívan közreműködtünk, a foglalkoztatás ösztönzés, a regionális támogatások, a területi támogatások. Úgyhogy én abban bízom, hogy ahogy a migráció politikában is, előbb-utóbb majd mindenki rá fog jönni, hogy Európa nem attól lesz erős, ha kevesebb forrásból gazdálkodik, nem attól lesz erős, ha az agráriumtól megvon támogatásokat a migráció kezelésére akarja fordítani, hanem Európa akkor lesz erős, ha a benne lévő forrásokat erősítjük, és Magyarország eddig is nyitott volt arra, hogy az eddigi befizetés százalékát, ha kell, képesek vagyunk megemelni, akkor, ha ezt minden tagállam megemeli. Az Európai Unió akkor erős, ha a tagállamai erősek. Azt hiszem, hogy ez a gondolat is előbb-utóbb majd teret fog nyerni, és ne felejtsük el, hogy a következő évben Európai Uniós választások lesznek. A tétje az ennek az Európai Uniós választásoknak, hogy ez a fajta irány, ez a fajta gondolkodás, hogy akkor lesz erős Európa, ha erős nemzetállamok lesznek, akkor lesz erős Európa, ha támogatások nem csökkennek, hanem megmaradnak vagy növekednek. Ez a tétje az Európai Uniós választásoknak. Én nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és sok sikert kívánok az újabb ciklusban is a munkájához. Még egyszer köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget, és ahogy eddig nagy örömmel, és mindig szívesen látjuk a Pannon TV-t a különböző eseményeinken, rendezvényeinken. Remélem, hogy ebben a stúdióban is több alkalommal fogunk tudni majd beszélgetni, úgyhogy én köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. Nézőknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, minden jót.